Önök a Magyar Katolikus Rádióadását hallják. 17 óra. Jóra kész. A segítő szeretet műsora. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A műsor szerkesztőjét, Csészabó Dórát hallják. Advent utolsó napjaiban a születésre vonatkozva felidézhetjük, hogy a szűzanya a Szentléleknek mondott igényével nem szégyelte befogadni méhébe magzatát, és rossz körülményeitől függetlenül sem szégyelte a szűzanya megszülni a gyermeket, hanem ráhagyatkozott Istenre, rábízta magát Józsefre, és elfogadta Isten tervét az életére akkor is, ha ez neki kényelmetlen volt. Megfogant benne egy új élet, és hagyta, hogy az fejlődjön és megszülessen. Anya lett. Az Isten tervére mondott igényében felismerjük-e a szűzanya jórakészségét? Ha felismerjük a szűzanya jórakészségét, senki sem mondhatja, hogy nincs előttünk példa. Van példa a befogadásra, a várakozásra, a szálláskeresésre, a megszületésre, a legnyomorultabb körülmények között is. A szűzanya a szent család, példa előttünk a jórakészségre, az Istenre való ráhagyatkozásra. Hogyan segíthetünk mi magunk valakit a világra, hogy megszülessen? Tudunk-e jórakészek lenni mi is, ahogy a szűzanya tette ezt, hogy segítsünk, hogy valaki a világra szülessen? Még akkor is esetleg nem vagyunk szülők. A mai műsorban az új élet befogadásának egy bárki által vállalható lehetőségéről lesz szó. Konc Éva, a lelki adoptáció, lelki örökbefogadás, veszélyben lévő magzatokért végzett nemzetközi imahadjárat hazai koordinátora. Mit jelent az, hogy lelki adoptáció, lelki örökbefogadás? Lelki adoptálás alapvetően egy imahadjárat, tehát nem egy sajátos, egy eredeti, talán ezt a szót használnám, eredeti imahadjárat. Amikor Magyarországon elkezdtük terjeszteni ezt az imát, akkor az egyik plébános atyának volt ez a megfogalmazása, ami nekem akkor nagyon tetszett és elgondolkodhatott. Ő mondta ezt, hogy ez az ima a legeredetibb kezdeményezés, amivel ő az utóbbi évtizedekben találkozott. Hogyha pedig a műsor színéhez kapcsolódnék, akkor azt is mondhatnám, hogy a lelkiadoptálás egy imahadjárat az élet kultúrájáért, a halál kultúrájával szemben, konkrétan a jóért, a rosszal szemben. Tehát azt mondom, hogy ez a jórakészségnek egy formája? Feltétlenül. Ahogyan látni fogjuk, itt valóban csak szinte készségről van szó. Jórakészségről. Mert semmiféle különleges áldozatra nincs szükség. Ennek az imának az eredetisége pontosan abban rejlik, hogy rendkívül egyszerű eszközöket használ, amiből következően ezt az imát bárki vállalhatja, és ugyanakkor nagy gyümölcsöket terem. Jelenti, hogy férfiak, nők, fiatalok, idősek, bárki befogadhat egy veszélyben lévő magzatot? Igen, tehát semmilyen kötöttség nincs, sem kor, sem nem. De hívő emberként én erre azt mondanám, hogy ez az ima ebből adódóan valószínűleg a Szentlélek ajándéka számunkra, de ha nem hívő emberként közelítem meg, akkor azt mondanám, hogy ez egy zseniális felfedezés, mert valahol itt nemrégiben olvastam ezzel kapcsolatban egy gondolatot, hogy a zseniális felfedezéseknek a lényege az mindig az, amikor valaki egy nagyon bonyolult, nehéz problémára a legegyszerűbb megoldást találja meg. És ez az ima úgy gondolom, hogy minden szempontból egy ilyen megoldás, tudnék egy nagyon nehéz területen ad választ, és ad egy olyan megoldási lehetőséget, amelyhez nem kellene különleges eszközök, nem kellene különleges tervezetek. Mindig az volt a tapasztalatunk, hogy mintha maga az ima ezek alól a próbálkozások alól úgymond kibújna. Ezt az imát maga a Jóisten, a Szentlélek vezeti, a jó akaratú és jóra kész embereken keresztül, akiket ez a kezdeményezés
érzés valamilyen formában megszólít. Konkrétan lelki adoptálás, tehát adoptálás, örökbefogadás, amikor ugye valakit törvényesen örökbefogadunk, akkor egy olyan gyermeket, akit a szülei valamilyen formában nem vállalnak, úgy érzik, hogy nem tudják felnevelni, egy másik család vállalja azt, hogy a biológiai szülők helyett biztosítja a gyermek nevelését. A lelkiadoptálás, mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontból kevesebbre, de más szempontból pedig többre vállalkozik. Kevesebbre olyan szempontból, hogy nem konkrétan fogadunk örökbe egy gyermeket, tehát nem jelent olyan értelemben egy elköteleződést, mint egy törvényes örökbefogadás, amire nyilván, itt ugye megint visszatérek arra, hogy ugye ez egy nagyon egyszerű vállalkozás, amire bárki vállalkozhat, tehát nincs szükség arra, hogy valakinek meglegyen például az anyagi fedezete, vagy egyáltalán egy családot alkosson, ahová befogadhatná ezt a gyermeket, de ugyanakkor viszont, amikor azt mondom, hogy többre vállalkozik, az annyit jelent, hogy lelkiadoptálás által mi az imáinkkal azt próbáljuk, igyekszünk elérni, hogy az a gyermek, akit egyébként a saját szülei nem vállaltak volna valamilyen okból kifolyólag, mégis megszülethessen, és a saját családjában nőhessen fel. Tehát ez, hogyha meggondoljuk, akkor valóban a legideálisabb minden gyermek számára nyilvánvalóan, hogy a saját szülei és a saját családja körében nőhessen fel. Sokakban talán felmerülhet, hogy vajon hogyan tudjuk elérni ezt. A lelkiadoptálás annyit jelent, hogy az az ember, aki vállalkozik a lelkiadoptálásra, annyit vállal, hogy 9 hónapon keresztül, tehát annyi időn keresztül, amennyi időt ugye egy magzat az anyamében tölt, minden nap elmond ezért a születendő gyermekért egy rövid imát, illetve egy tized rózsafűzért. És ezen kívül van egy olyan lehetőség, de nem kötelező, hogyha valaki úgy érzi, tehát reindítást érez, akkor külön felajánlást tehet. Érdekes, hogy bár ez valóban nem kötelező, és ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, de nagyon sokan vannak, akik mégis ezeket a vállalásokat például szívesen vállalják. Talán azért is, mert kicsit olyan szempontból gyarmok vagyunk, hogy nem akarunk szinte hinni sem abban, hogy egy ilyen rövid imával, tehát azzal, hogy én például elmondok egy tized rózsafűzőt és ezt a rövid imát, ami gyakorlatilag ugye naponta talán 10 percet igényel, tehát nyilván senki nem mondhatja, hogy ennyi ideje nincs, hogyha van benne jó szándék. De mégis mi emberek igényeljük, talán pont azért is, mert ha valaki ugye fölméri, hogy itt milyen tétről van szó, akkor az emberek maguk szinte igénylik azt, hogy még valami plusz vállalhassanak. És ebben a plusz vállalásokban már nagyon sok olyan elhatározás is van, ami utána a magára az emberre, tehát aki az imát végzi, van olyan hatással, hogy a saját életében hoz nagyon nagy változásokat. Ezek a vállalások, ezek lehetnek bármi, tehát mondjuk egy hívő ember vállalhat például böjtölt szentségimádást, a szentírás olvasását, vagy a vallásos ismereteinek elmélyítését. Sokan vállalják. Ebben a plusz vállalásban például azt, ez már egy konkrét segítségnyújtás, hogy például nagy családos szülőket támogatnak, vagy várandós édesanyákat támogatnak. Ez nyilván attól is függ, hogy kinek milyen lehetőségei vannak. Az anyagi vagy természetbeni segítséggel. Ha emberileg nézzük, egy napi 10 perc, az valóban nem sok. De ennek ellenére valóban, amikor próbálunk embereket meggyőzni arról, hogy vállalják ezt az imát, akkor nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy amiatt nem vállalják, mert félnek, hogy el fogják felejteni. És ezzel kapcsolatban már nagyon sok válasz megfogalmazódott. Az elején ezt a mozgalmat úgy kezdtük terjeszteni, hogy ez egy fogadalom. És